Ők az Alhágon, az SBS, az Alhágon Buffén, ők földbáriak, és akkor a CRB, Green Dark Team, ebből két csapat van, ők az egyes csapat, ők vezetnek játékban. 13 csapat részvételével rendezték az elmúlt napokban a 12. pontyfogó kupát az Atomerőmű Horgász Egyesület 5-ös számú horgásztaván. Korábban nagyobb létszám mellett bonyolították a szezonnyitó megmérettetést, de ahogy tartja a mondás, a kevesebb néha több. Ez valóban így van, minél kevesebb csapat van, talán jobban eloszlanak ezek az arányok, az őszi verseny illetően is tényleg voltak olyan összfogások, amik közel 500 kiló fölött voltak. Például az első három csapat, annak az összfogása majdnem a 2 tonnát elérte. Szóval ez, én úgy gondolom, hogy elég jónak mondható az őszi versenyt illetően. A változékony időjárás miatt a mostani verseny összfogása elmaradt az őszitől, de így is sok hal került a szákokba. Felvételeink pillanatában a 4 napos megmérettetés 20. órájában a CFB Green Carp Team vezetett, végül az összetett 3. helyen zárt. A nagydorogi csapat visszajáró vendég a pontyfogó kupán. Az eleje az jól indult, meg eddig jó helyen vagyunk. A verseny elején gyorsan tudtunk halat fogni, voltak benne szebb darabosabb halak is, de ahogy múlik az idő, mi annál jobban lassulunk, ez nem egy jó tendencia. Vannak csapatok, akik ügyesek, és ők meg pont az ellenkezőjét tudják produkálni. Csináljuk, amit tudunk, aztán meglátjuk, mire lesz elég. 3 nagy testű halat fogtunk. Nagyon nincs is előttünk hal, nagyon iszapos terepen horgászunk. Igazából nekünk az az egy mencsvárunk van, hogyha fogunk még 2 darab nagy testű halat, és rámegyünk a legnagyobb átlagsúlyra, tehát az összetettben mi már nem tudunk beleszólni. A Tancsa Tamás vezette SBS team számításai bejöttek, 7 kg feletti értékkel ők nyerték ugyanis a legnagyobb átlagsúly kategóriát. A legnagyobb halat a Carpológiai Team elnevezésű formáció akasztotta, nekik egy 16 kg feletti súlyú példát sikerült a szárba terelni. A 12. pontyfogó kupán végül az All In Carp Team diadalmaskodott 262 kg feletti összfogással, mindössze 3 kilóval megelőzve a darabra ugyanannyit, 121-et begyűjtő, a pontyfogó csapatot. A versenyen a 3 fős társaságok összesen 653 darab, több mint 2 kg átlagsúlyú, közel 1500 kg halat fogtak.